Itt vagyunk újra, én elmlagolok, mivel rekonnekteltem. Úgyhogy nem tudom, Lecinek is szerintem ezt kéne tennie. Azt teszem. Jó teszed. Persze tudod, hogy izé jó. Feltöltöttük a klán cuccunkat, és nekem van itt egy... Ugye itt van a class editor, amit mindjárt megcsinálnék. Vannak itt ilyen sword skillek, na nézzük a block toss, hát a block tosszom van 12 skill pointom, nagyon fasza. Olyan, igen, ez egy ilyen flash hook, ami... Evel tudod húzogatni őket. Jó, ez elég félreértető Igen. volt. Ez egy ilyen képesség, amivel tudod húzogatni őket. Tehát, hogy magadtól szólt őket húzni, ez már Ajaj. másik kérdés, vagy másik cucc, ez meg azt tudod, hogy ez, felkapsz egy blokkot, és szépen nekik vágod. Itt van egy Olyan olyan kell nekem. takedown, ez... Én biztos tudok menni a szerverre, szóval... Ezzel így meg neki mész, és akkor így kapsz ilyen 3 másodperces slowness-t. Meg a seismic slam, amivel így ilyen slam, seismic slam, amivel így, hogyha felugrasz, és akkor, vagy nem felugrasz, hanem így, ugye, ilyen földrengés csinálsz, és akkor ez egy ilyen budget, ilyen kör alakba azt hiszem, amit csinálsz. De jó, tovább beszélgetődte. Vannak bovok, jó, az nekem nincs. Van stampada, you slowly build up speed as you sprint. You gain level of speed for every 4 seconds up to max 3. Tehát, hogyha futsz, akkor ez 4 másodpercenként, ugye futás közben folyamatosan ad neked speedet, és egészen 3 szintig, 3 speedig tudsz eljutni. Így ez hasznos dolog. Úgyhogy ezt Ja. akarok. Crippling blow az... Your powerful ex attacks... Nincsen powerful accent. Resistance vagy break fall. Tehát tudok vagy hát lényegében fall damage-et csökkenteni, vagy resistance-re adni. És azt mondom, a resistance-et választom, mert az úgy általánosságban többet segít. Hát én viszont nem tudok vele egyenlíteni tovább, úgyhogy ezt a reconnectet én meg nexisztem. Hát a másikra fel tudok venni az eura, de a US-re már nem. Ja, hogy te olyan szinten nem tudsz eljönni. Euró pedig nem engedi be azt, hogy offline. Mármint a... Úgyhogy ez a kláncos. Mert az eura fel tudtam menni, és be tudtam menni az kláncba, de ott azt írja, hogy offline van ez a Z home Akkor mégse szerver. lehet, hogy annyira jó ötlet volt elkezdeni a USN, na mindegy. Viszont Ja, így most nem szerintem tudtam most én menni. nem folytatom, tehát akkor ez így bele lesz vágva az első videó, vagy második videónak az első részébe, Ja. de... Hát látjuk, hogy ez még egy béta Igen, dolog. de egyébként igen, nagyon béta dolog, de viszont nekem tetszik. Nekem is tetszik, csak Mindegy, igazán Mindplex az meg mindig dolgos. Mert tehát az... lagmentes. Na, akkor menjünk most speedbuilderezni, hogy Szerintem is az lesz. üdvözlök Úgyhogy ja, mindenkit egy majd újabb visszatér. videóval, itt vagy. Ja, nincs itt velem senki, bocsánat. Már megszokás. Itt vagyok újra a Mindplexen, ugye a Clans-os szerverem. És itt vagyok, ahol ott hagytuk abba. Pontosabban nem egészen ott, ahol a bajt, vagy igazából nem tudom, hol hagytuk abba. Ja igen, mert az, hogy a kavarodva ugye a részekkel, ahogy hol vettük össze fel. Ugye ott hagytuk abba, hogy a szerver nagyon belaggult és körülbelül játszhatatlan lett. Most olybá tűnik, hogy megjavult, és remélem ez így tartható lesz. Úgyhogy, ja, jelen pillanatban egyedül vagyok fent, van egy kevés goldom, és ott tartottunk, hogy ugye bányászni akartunk elindulni. Ugye abban a nagy sárga, pontosabban abban a nagy sárga területben ott. Hát most elég sokan vannak ugyan a szerveren, de én azt mondom, hogy megkísérlem. Elvégre is van egy fullos gyémánt páncélom, talán túl tudom élni. Remélem, hogy jó fele megyek. A francba vesztettem a speed boostemet, az speed boostomat. És irány a...
Jobb már mozog. Irány az a hely. Ahonnan ugye sok-sok gyémántot meg minden lószart lehet szerezni. Az ilyen közös bányászmező. És remélem, hogy le van szethomolva, mert egyébként egy csomószor nem volt ugye a bázisra. Ugyan vissza tudnék szerintem találni, mert nagyjából úgy megjegyeztem, hogy merre van a hely. Aha, és akkor itt vagyunk off fields and fields is very... Aha, tehát itt ugyanúgy van PvP, nekem meg nincs fáklyám, de itt elméletileg akkor szabad bány, nem szabad bányászni, de már a fieldzen vagyunk. Mindig van egy ilyen zombi morgás, ami kurva idegesítő. Aha, jó, itt van a fields. Igen, ez mind az ő része. Aha. És akkor itt tudok bányászni. Ott aranyat látok. Meg egy másik gyémántpáncélos gyereket. Én elvesztem ezt a gyémántpáncélt, mert nem volt annyira, de annyira olcsó. Én drága se, mert ugye van egy rakott gemem, de hát, hogyha minden egyes alkalommal elveszteném a gemjeimet, úgy nem lenne túl hosszú életű. És rájöttem, hogy hiába van aranyit, rájöttem, csak kulcsákányt hoztam magammal. Így nehéz lesz viszont bányászni. Esetleg vasat, ha látok valahol. Jaj, dik! Menjél, fussunk a faszomba. Fussál már, te idióta! Inkább menekülök innen szerintem. Jobb döntés lehet. De ennyi már! Érjé már! Mi akadok fenn? Hát mi ez? Bassza meg! Hát mi a fasz volt ez? Isten itt már! Mi a kurva élet ez, hogy bassza? Te tök visszaütni se, meg semmi a képességek se. Ez bassza meg kész. Kurva élet. És tudom már hol laktunk. Ha mindegy, akkor per, klán, home. Tök jó, hogy eljövök úgy bányászni, hogy ez nátszett, hogy szeretlek én is, bassza meg. Na, most akkor találhatjuk ki, hogy merre lakunk. Aha, hát az északi spawnról kellett volna indulni. Akkor ezek szerint lehet, hogy vesztettük a territóriumot, mert ugye nincsen leszetelve egy homepoint. De akkor valószínűleg úgy védeltek meg minket, hogy ágyúval, mivel mással nem nagyon tudom elképzelni, hogy megrédeltek. Anyát, kicsinálják, akadjál fenn a semmin. Istenem, ki a faszom csinálja ilyen ezt a lapot, a faszomnak jó ez. Idióták. Vakon parkőrözön a legjobb. Hát akkor vesztettünk egy gyémántpáncélt, mondjuk nem annyira nagy dráma, mivel 1000 gemért kapok 32 000-et megint csak. Csak ugye most így megtanultuk, hogy ezt így nem kéne felvásárolni, ugye az egész rohadt páncélt egyszerre, aztán utána elveszteni a francba. Inkább gyűjtögetni, meg fejleszgetni és elrakni későbbre azt a rohadt páncélt. És igen, és az égbe fogok építkezni, én erre rájöttem, mivel hát itt a földön nem vagyunk túlságosan nagy biztonságban. Mivel ugye a földön ágyúval sem túl egyszerű, és hát hogyha égben lennénk, akkor ágyúval se lenne túl egyszerű minket megölni. Meg hát ugye, lássuk be azért, mit tudom én, égben mondjuk, hogyha meg is raidelnének, ugye azt hiszem 20 warpoint, szerintem nem játszottunk annyit a szerverre, hogy bárkinek is az jön 20 warpointja, amivel ugye meg tud minket elvileg támadni. Mivel ugye ahhoz meg kell ölni őket, és mivel nem voltunk online, így nem mondom, hogy ez bárkinek is sikerült. Ó, hogy az anyámat? Hol vagyok? Na bassza meg. Jó, itt van egy kiárat. Ez is bazen mellé ugrik, hát beszarok. Szóval, valahol itt erre fele laktunk, annak kék
Igen, és az északi spawn között, kék terület, úgyhogy pontosan a bolt terület és a kedves spawn között. De nem előtt a gyerek mellett megpróbálok elspinyázni. Jó, úgy látom, azt így viszonylag jól elkerült. Valahol itt nem volt a hely. Már csak az a kérdés, hogy hol. Ó, hogy az anyádat! Ki a faszom csinálja ezeket a likakat? Már a 20. lyukba esek bele. Egyes területet kéne találni. Valahol itten a dombok és az erdő között volt, csak hogy nagyon jól el van dugva ez a ház. Úgyhogy nehéz lesz, de pedig emlékszem, hogy itt direkt leraktam a spawn pointot, hogy ez még véletlenül is forduljon elő, úgyhogy csak megrédeltek. Itt van a ház. Tehát csak megrédeltek, különben más nem nagyon tudok elképzelni, de hát úgy látom nem csak nagyon betörve meg semmi. Hát bejutni bejuthattak, az tény és való. De például cuccot nem vittek el a kazágyat, hogy a picsába ütötték ki. Mi a szar. Akkor jó, fasza. Én ezt nem értem. Hát mindegy, akkor leszeteljük a spawnt. Per class at home. Így. Na. És akkor én azt mondom, hogy van egy kis kövünk. Egy kis fákjánk, és akkor csináljunk szerintem... Ugye elkezdjük a bányászunk követ. Szerintem kezdjünk el ugye az égbe építkezni, mivel... Mert másképp nem olyan fogunk szerintem túlélni. Kell egy kis fákja, ugye a fényt csináljunk. Ilyen furcsa is lett volna, hogyha megrédelnek, mert ugye ez egy eléggé kezdetleges bázis, konkrétan egy chest, alig benne anyag, meg nem tudom, tehát azért egy jó nagy bázist azért érdemesebb megrédelni. Ugyan ágyúval is egyébként be tudják lőni azt a felső területet, hogyha ugye ilyen égbe épített bázist építünk, ami nem lesz valószínűleg túl esztétikus, de hát itt ugye mi az. Tehát nem lesz valami szép, de hatásos lesz valószínűsítem. Úgyhogy... ó, kurva gravel. Mindegy. Kell még sok-sok kő, sok jó magasra kell ugye menni. És szerintem nem fogok a létrára ilyen védelmi helyet, vagy hát egy ilyen körbeépített létrát nem fogok csinálni, mert ugye akkor ugyan, hogyha mondjuk mi is réd alatt vagyunk, akkor az hatály, jó lenne, hogyha ugye meg tudnánk magunkat védeni. Ellenben ugye mások is fel tudnak úgy jönni, hogy gond nélkül ugye lelőjesnek. Bár, ugye, hogyha mi a tetején állunk és lefelé nyilazunk konkrétan, így ugye nem tud leesni, viszont lazábbak szét tudjuk nyilazni. Úgyhogy végül is nekünk ebben a szempontból jó lenne, de hát ugye ezt nyitott létre is meg tudjuk csinálni, és nyitott létre még arra is van esély, hogy leesik a francba, és ugye ez hatásosabb dolog, mint sem az, hogy ugye semmiben. És itt pontosan ott a nagy vizeiben van, meg ugye sokkal több anyagba is kerül, és ha esetleg ugye, mondjuk hogyha ajtót rakunk rá, de mondjuk nem tudjuk lezárni, igen, ez a probléma, ugye, mert hogyha raknánk egy ajtót, és ezt le lehetne zárni, akkor ugye csak ágyúval tudnának betörni, vagy pontosan be tudnának bárhogy tudnak törni, és ugye mondjuk ágyúval lőnék szét a létrát, amire nagy esély van, akkor ugye nem az a baj, hogy mi nem tudunk felmenni, hanem ők se tudnak feljönni, és mivel ugye elvileg a területünkön nem tudnak építeni. Hát én nem tudom. Nem nagyon van az tapasztalatom a háborús játékban, hogy hogyan kéne építeni. Mindegy, az égbeépítés tűnik a legjobb megoldásnak. Úgyhogy, ja. Ennyi anyag egyelőre elég lesz, hogy itten a elkezdjünk, igen, mielőtt elkezdek lanyban felépítkezni, ezelőtt ugye át kéne gondolni, hogy hogyan jövök le. Tehát, igen. Hát most ebből rengeteg létre lesz, ez tény és való.
De semmi baj, semmi baj, megoldjuk a problémát. Majd lesz létre, és nem kell aggódni miatta. És egyébként mondtam már, hogy a nézők is nyugodtan csatlakozhatnak. És egyébként, amit egy elfelejtett, azt a pár sztikket ott szerintem meghagyom. Hát 57 blokk magas, az csak elég lesz. Tehát mondtam már, hogy az előző videóban, amit ugye nem nagyon hallhattatok, vagy nem tudom igazából. Ez érdekes lesz amúgy, de hogyha leugrok és ugye meg tudom nyomni a shiftet, vagy valamit, vagy el tudom kapni a létrát, akkor nem lesz probléma. Tehát, hogy mi lenne, hogyha egy bridge cracket újraindítanánk, de publikusan. Tehát... Ja, hát direkten lehet magasra építeni. Értem, ki van ez azért találva. Tehát, hogy igen, újraindítanánk a publikusan a bridge cracket, és... a kurva élet. És ugye meg... ugye oda bárki jöhetne játszani. És esetleg az úgy nem tudom mennyire tetszene a játékosoknak, ugye, hogy ilyen publikus bridge crack persze nem úgy működne, mint a normál bridge crack működött, mert ugye az kicsit megoldhatatlan, mert már kevés emberrel is problémás volt ugye a megoldása, hogy ugye kirabolt ki itt, meg nem tudom, miért hülyeségek, mindenki összeveszett mindenki, hát tudja a fasz. Tehát ez ilyen megoldhatatlan probléma, ugye cuccvédés nélkül, úgyhogy erre egy külön rendszert ki kéne találni, de megoldható lenne. Úgyhogy nem tudom, kinek lenne esetleg kedve hozzá, hogy ez így megvalósuljon újra. Én szerintem vicces lenne, meg ugye sok emberre szerintem még poénabb egyébként egy ilyen szerver. Tehát ugye a ti döntésetek, hogyha ti akarjátok, és nem tudom mennyi ember akarja mondjuk, akkor ezt így meg lehet valósítani. Jó. Akkor szerintem itt valahogy én... itt kéne egy ilyen előszoba. Hogy mennyire magasra tudjam építeni a szobákat. Jó. Á, kurva anyádat. Hát ez beszarok, komolyan mondom. Ezt annyira utálom, tehát jó, nem tudok pakolni olyan magasra blokkot. De hogy ez mekkora köcsökség, hogy még le is lök a picsába, hát ez elég nagy szemétség. Én úgy gondolom. Tehát most oké, hogy nem, és megnézem, mert fingem nincs az embernek, hogy mondjuk van build height, de hát, faszom, mindegy. Tehát olyan magas szobákat tudok építeni. Ez mondjuk jó, mert akkor szerintem itt tudok csinálni egy ilyen kis védekező szobát, ahol ugye le tudunk jönni. És esetleg innen lehet majd nyilazni, itt akkor lesz egy kis védekező szoba. Akkor innen tudunk ugye kifele nyilazni. Igen, és akkor ugye ők nem tudnak feltétlenül belőni, hanem mindig ide középre állunk, és akkor nem tudnak belőni. Szerintem, hogy onnan alulról se nagyon lehessen belőni, itt egy kis védelmet azért csinálok lefele menet. Egy kis csöves megoldást. Jó. Hogy ugye ne tudjanak alulról belőni, max teljesen egyenesen, ahonnan ugye mi is el tudjuk őket találni. Így, és akkor minden lefele tök jól tudunk lőni, viszont úgy felfele menem. Fogom tudni. Igen. És ide ezt több emeletre akartam csinálni, hogy ugye nekünk legyen valamennyi mozgásterünk, és akkor ott legyen mondjuk egy ilyen fal. Lassan meg nem tudok építeni. Itt így minden oldalon legyen egy, tehát hogy ablakok legyenek. És ne lehessen ugye ezt csak úgy simán betörni. És akkor ugye itt el lehet bújni, és akkor kiállunk, esetleg nyilazunk, valami, és utána pedig itt meg lehet felmászni, hogy ugye ezt így ne legyen probléma, és itt szerintem lesz egy ilyen második emelet félesség, hogy innen lehessen lefele nyilazni, és akkor itt kezdődjenek szerintem a normális helyek, ugye, ahol élünk, meg nem tudom.
farmolni fogunk valószínűleg itt fent, úgyhogy. És itt még van rengeteg helyünk, magasság, úgyhogy no problem. És ennyire futotta a kövem. Szerintem ennyi elég lesz egyelőre. Viszont, hogy valami akció is tegyen, most megpróbálok craftolni magamnak egy gőkardot és valakit levadászni. Egyelőre ugye ez is kéne még több kő, amit így nem nagyon akarok videóban kibányászni, mert na, most lenne a videó. Esetleg, hogy többen lennénk, ugye akkor ez talán viccesebb lenne, de azért valamennyi kő azért kéne ahhoz, hogy ezt elő tudjam varázsolni magamnak, ezt a kardot. Úgyhogy ja, most így ahogy van, elmegyek egy embert keresni és levadászom. Transzvágy egyik pár pointokat gyűjtögetni. És egyébként az a szemétség, hogy egy csomó fel se tudtak jutni erre a szerverre, és csomó meg tudták szedni magukat, anélkül, hogy ugye feljusson a szerverre nagyobb mennyiségű ember. És ez szerintem azért kicsit kibaszás volt így, de hát tudom én. Júj. Ügyes, ügyes. Ez mondjuk cseles megoldás, mert ugye nem tudnak bejönni, akkor ott tudják az arnyunkat csapni, de nem tudnak kijönni, amúgy. Úgyhogy ja, vadászunk valakire. Keressünk valakit, akit meg lehet üldikülni. Ott egy John Vance. Az olyan ilyen plusz erővel rendelkezik, vagy csak úgy. Ez csak egy csontváző volt. Ó, 22 csontváz mondjuk, nem rossz. Nincs vett Office, nem tudom megnézni, hogy kiknek a nevei azok. Hogy ez egyetlen egy ember, vagy két ember. Ellenben viszont itt nem lehetne menni, itt lehetne valahol lemenni, ott lehet lemenni. Nem tudom, hogy észrevette, de minél. Akkor is megöllek! Igen, mondjuk ez itt elbaszott egy helység, ez csaj, cselesen úgy ügyes, ügyes. Nem tudom elérni, az a baj. Igen, belesétáltam ebbe a csapdába, de ez ügyes taktika. Nem rossz. Ravasz, ravasz. Ez mondjuk ügyes taktika, ez tetszik. Aha, jó. Aha, jó, persze, de ezt mondjuk szeretem, tehát amikor nem azt, hogy nem tudnám, tehát most jó, nyilván meg fog ölni, ez tény is való. De hogy én nem tudom megütni, ezt annyira imádom, tehát nyilvánvaló volt, hogy most ide jön gyémánt kardal és nem ölöm meg. De annyira bírom, mikor tényleg az egy ő engem megüt, én nem bírom elérni őt. Hát ez meglepően érdekes és váratlan fordulat minden egyes kibaszott alkalommal. Úgyhogy, ja. Tudom, mióta mehet a videó amúgy. Akkor is meg akarok ölni valakit, de mindegy. Akkor így ugye házakban nem nagyon érdemes bemenni, mert nagy valószínűséggel nem ki volt ez is találva. Amúgy felmegyek, és szerintem nem, még nem kell felszólalni, és leszatálni ott a hómat. Még egy... Én akkor is meg akarok ölni valakit. Tehát ez, mondjuk ezek jó csapdák, nekem tetszenek.
De akkor is azért örülnék, hogyha meg lehetne ütni. Lehet, hogy ez nem a nyilván nem hackelt, mert most akkor ez nem így nézett volna ki. De a faszén nem lehet megütni embereket. Azt annyira utálom. Úgyhogy nem. Na mindegy, menjünk és keressünk valakit, akit meg lehet ölni. És az, hogy vesztem esetleg a goldokat, az kurvára nem érdekel, mivel most pár száz goldokat vesztek, és szóval most meg kell. Mert tudom én, kb. 10 ember megölésével szereznék 1000 goldot, ami végül semmire nem elég, tehát elég komoly várak, elég komoly várak, de hát kevés. Meg ugye, hát most itt egyedül sokat nem érek, úgyhogy majd nem tudom, úgy tényleg úgy lenne, hogy jó, hogyha majd összeszednék pár embert. Ugye Laci, mit tudom én, esetleg Krisz is jönne, és akkor ugye ezt így többen felépítenénk egy rohadt nagy bázist. De valaki nagyon jót érez, amikor ilyen van egy földfarkakat épít. Akkor ebben épp milyen jó, bazd meg. Akkor legalább építenem rózsaszín bulból, és akkor lenne legalább esztetikus pénisz, de hát így most feljön valaki csak azért, hogy péniszeket építsen a szerverre. Olyan kis aranyos. És egyébként azra lennék kíváncsi, hogy erre ezek a mapok valamikor is resetelődnek, mert most oké, hogy ott van a Fields, meg nem tudom mi, de egy idő után, hát már most nézzétek, hogy egy idő után kibányásznak minden, felépítik se bázisaikat, nem tudom, és könnyű, nem tudom. Lesz itt egyáltalán ilyen légmozgás, vagy valami, hogy így történni fog egyáltalán valami, nem tudom, hogy lesz-e valami. Hogy mondjuk mindenki kivágja az összes fát a picsába, és akkor ugye nem lesz, nem ütött senki semmit. Nem lesz fa, újaknak esélyük nem lesz, a régi nagyok pedig majd ott fognak háborúzgatni, és neki meg van a 20 fős lányuk, aztán ennyi. Úgyhogy ja, nem tudom. Mindegy. Mert nem nagyon találok. Érdekes pedig, én 80-an vagyok ezen a szerverem, de mindegy. Egy rohadt embert nem látok, ez még elég vicces. Amúgy, ja igen, tehát ez a bridge-kerekes téma, ahol érdekelt most engem ez a... Hogy... Már mindig unalmas volt, mert mondjuk voltunk rajta alapból 8-an, és akkor utána... Tudom én, senki nem járt fel. És szerintem, hogyha esetleg többen lennénk, akkor valamivel viccesebb lehetne. Mondjuk itt tudom én akár 20-an, és akkor mindig lenne mondjuk rajta pár ember, vagy valami, de általában nem is volt rajta ember, és ez volt a legnagyobb probléma. Mindig meguntuk, és... Tehát valaki nagyon komolyan veszi itt az építkezést. De házban nem támadok, mert ugye... Nem, mert nem tudok bejutni. Én se bejutnék is valószínűleg csapdában is nélkül, úgyhogy igen. Nem a legbölcsebb taktika. Anyádat. Anyádat. Szóval, ja. És ugye a Fallout Craft. Hát most egy kicsit necces ugye az elkészítése, mivel a plugin fejlesztőnk így a plugin felénél így most eltűnt, de szó szerint eltűnt, nem ott hagyott minket, konkrétan senki nem tud róla semmit, úgyhogy így most a plugin elkészülte egy kicsit necces, és így nehéz lenne megvalósítani nélkül az arab ötletet, ami nélkül meg ugye egy unalmas szarszerver lenne, ezért ezért gondolkozom azon, hogy mondjuk egy bridge-kereket addig indítani, hogy az embereknek jobb legyen, vagy valami, és akkor nem, addig, hogyha esetleg viszont a plugin készít, vagy találunk egy másik pályázati plugin fejlesztőt, aki ugye már az előre elkészült plugin-t egyébként be tudnánk csak fejezni, akkor ugye ezzel tudnánk, hogy ez egy shop, vagy ez itt egy bázis. Azt a kurva. Nem rossz. Szóval, ja, ez nagyon ügyes, ez kurva ügyes, ezt most meg akarom nézni, hogy ez hogy működik, nem tudsz kijutni, lesodor téged a víz, és ott beleakadsz hálóba, és akkor oda onnan ki, ez nagyon csendes, ez nagyon jó.
Na mindegy, szerintem én hazahómolok. Visszaúszok. És egyébként szerintem hómolni se lehet amúgy még, nem? Anyádat, most még nem tudok felúszni. Na, gyerünk meg. És ott ki lehet menni most speciál, de amúgy gondolom nem lehetne. Szóval, ja, nem tudom, hogy a Fallout Crafton most mi lesz egyenlőre. Még úgy próbálgatjuk, meg úgy próbálhatunk új ötleteket csinálni, de most egy kicsit a host részéről is szabva vagyunk, úgyhogy de az vagy, ez valószínűleg időben megoldódna az a probléma. Mert még ugye a host is elég kezdetleges állapotban van, sőt még meg se nyílt, így ugye még nekik is gondjaik vannak, meg ugye most mi is csak úgy kértünk a szervert, tehát mindegy, bonyolult az egész szerver megoldása, úgyhogy ja, nem kellett volna ezt mondom, ennyire behypolni, én mivel nem volt biztos amúgy, hogy ugye hogy fogjuk megoldani, csak úgy belekezdtünk, aztán most szarba vagyunk, nem tudjuk elkészíteni teljes mértékben. De majd valamit megoldunk, és igen, ugye valamit addig egy ilyen bridge crack-szerű szervert addig nyitni. Valahogyan. De szóval én embert én nem találok. Tehát én tök jó úgy te rohangálni, és keresgélni az embert. Ez nem csak nektek unalmas, ez nem is kurva unalmas. Szóval... ja. Ha találsz egy embert, annak valószínűleg vagy beleesel a csapdájába, vagy 6-szor erősebb nálad. Ja, ez így ez nagyon vicces. Itt vagyok a map szélén, mi? Melyik nem tudod, ez a szarnak, hogy the borderlands are the very outer reaches. Out here you can not edit terrain, be careful, it's very powerful boss master will probably spawn and don't try to fight them alone if you don't win, it's desperate. Aha! Tehát itt kint elvileg, itt a Borderlands-en kurva erős bosszok spawnolnak, akiket egyedül nem is lehet megölni, csak valami legendary weaponökkel és csapatban. És ne én is próbálkozzunk meg vele, hogy egyedül megöljük. Csak úgy hemzsegnek a bosszok. Tehát csak úgy hemzsegnek. Na mindegy, szerintem én hazahómolok, mert itt én már úgyse nagyon tudok mit csinálni egyedül. Ott egy boss, azt mondjuk nézzük. Vagy csak sima bob, nem tudom. Hát, ez mondjuk speciál pont nem volt, ne... Jó? Igen. Pont ilyen ütemben robban egy creeper. Na mindegy. Tehát akkor majd visszatérünk valószínűleg úgy, hogy ezt csapatban kéne csinálni, hogyha majd valami csapattal visszatérek szerintem erre a szerverre, és valamit úgy nagyon komolyan elkezdünk építeni a szerverem. De addig is én megszántam ezt a videót, úgyhogy köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő epizódban, addig is, sziasztok!